Egyenesen Mária gyűdről érkeztek a zarándok motorosok. Pécsen a Barbakán várfal előtt jöttek fel, majd a Székesegyház magtár felüli oldalán gurultak le a bazilika elé. A motorkerékpárosok csapatában hölgyek is jelen vannak. Bátrak, de mégis szelidek. Az egyik katolikus iskola nevelőtanára régóta motorozik itt. Annak idején édesapámnak is motorja volt, és én már lánykoromban is megpróbáltam motorozni, kisebb-nagyobb sikerrel. Aztán 30 év kihagyás volt a motoros pályán, és körülbelül 15 éve van motorunk, vagy 14, azóta folyamatosan nagyon lelkesen motoroztunk. A pálosokra 6-7 évvel ezelőtt találtunk rá egy csíksomjói búcsú alkalmával, fölvettük velük a kapcsolatot, és azóta nagyon boldogan motorozunk velük. Nagyon sok szép helyen voltunk, nagyon jó ez az összhang, ahogy figyelünk egymásra, csodálatos barátságok születtek azóta. Jó érzés együtt lenni velük. Családi okok miatt olyan is van, aki ugyan autóval érkezett a zarándoklatra, de a férfeleség rendszeresen motorozik a motorkerékpárosokkal. Nem idegen tőlem ez a motorozás se, főleg így párosítva, hogy katolikus, pálos, szerzetes, régebb óta is járunk már motorozni, talán 15, lassan 20 éve, és a szívemhez nőtt a motor, az egyház, a vallás, és így úgy érzem, hogy sokkal jobban ki tudok teljesedni, mint hogyha csak egy sima állampolgár lehetnék itt az országban. Bárhol nagyon jó magyarnak lenni, és hívő embernek lenni. Úgyhogy én nagyon javasolom mindenkinek, aki kíváncsi rá, hogy próbálja ki, mert szabadon élni, szabadon mozogni, érezni a levegőt, és érezni az Istennek a közelségét, ez egy nagy élmény is, nagy ajándék is, én úgy érzem, úgyhogy bárkinek hajrá, motorra fel. A motoros zarándoklat a pálos rendi szerzetes Boton testvértől ered. A szerzetes mindig szeretett motorozni, maga köré gyűjtötte a hasonló sportágat kedvelő és lelkiségben is egyező embereket. Így kezdődött pár emberrel, de több mint 10 évvel ezelőtt, és valahogy szimpatikusak lettek további sok embernek, és akkor megjelent egy honlap is, a pálos honlapon egy ilyen írás, hogy akik elfogadják a pálos szemléletet, azok jöhetnek. Mindenféle megkötöttség nélkül, szerződés és egyéb nélkül. Úgyhogy így kialakult ez a csapat, amely nem szerződött szövetség, meg egyéb hivatalos minden ilyesmit nélkülöz, de nagyon összetartó társaság. Kialakult ennek egy magja, akik minden évben mentünk Csehszlovákiába a hazánkért, családunkért könyörögni. A rendszerváltás előtt ki volt zárva az egyház az emberek hétköznapi életéből. Napjainkra ez már másként van. Ez pedig fontos a déli végek motorkerékpárosainak. Azóta az egyház is részt vesz a szabadidős tevékenységekben. Ez egy szabadidős eltölt, és egyedül is ugyanazt értem, mint közösségbe. Itt a közösség adja a lényeget, hogy azonos világnézeti platformon vagyunk, és evangelizálunk azzal, hogy megjelölünk, hogy motorkerékpároskon benne van a pálos jelző, és akkor hogy kerül ez ide, úgyhogy mi keresztény motorosok vagyunk. A déli végek motorkerékpárosai a pécsi állomáson egy tárlatvezetés keretében megtekintették a püspöki palota kincseit. Alapvetően a püspöki palotába is ugye idegenvezetéssel lehet bemenni, ahol a mindenkori püspöknek egyrészt a lakrésze, az épület, és a keleti oldal részen visszük végig a látogatókat, különböző szobákon keresztül, ahol különböző stílusú bútorokkal találkozhatnak, illetve egy 6 részes egyedülálló szőnyeg sorozat, ám bár ebből 5-öt tudunk megmutatni, a 6-nak már nem találtunk akkor a fal felületet, sajnos ez a 17. századból származik, illetve a palotta túra során érintve van a kert részünk is, ami hát egy mediterrán hangulatot idéz meg, amilyen Pécs városa is, és hát a palotta kertből indítunk még egy titkos föld alatti átjárón keresztül egy túrát. Maga az átjáró ugye ez a bizonyos Texas bár, ami Cserháti József püspökünkhöz kötődik ugye a kommunizmus időszakába, azt viszont már egyénileg tudják a látogatók végigjárni, és a palotta túrát a magtár
látogató központunkban fejezik be, úgyhogy ahogy átérnek az alagúton, ugye a mínusz második szinten lesznek, ami ugye a Hajdanán az a boros pince volt. A nap során még ellátogattak a pálosokhoz, aztán irányt vettek Hosszúhetény felé. Este Pécsen megnézték a Havihegyi templomot a mandulafával együtt. Tizedik alkalommal rendezték meg a motoros zarándoklatokat a déli végek motorkerékpálosai. A háromnapos zarándoklat Mária Gyűdről indult, és oda is tért vissza.